Ferdi, ne nézd meg, nagyon közeli, ha beülök elé. Ferdinek Ferde. Szígy jó. Sziasztok, már olyan régen volt, hogy csináltunk nektek vlogot. Ez most szar is volt. Gyere inkább ide, te is. Nem, jó ez így. Jó ez így. Sziasztok, már olyan régen csináltunk nektek vlog videót, hogy úgy döntöttünk, hogy most, hogy kettőt megyünk, egyet Mezőkövesdet, egy meg Pest. Most úgy döntöttünk, hogy csinálunk nektek egy kis videót, úgyhogy kezdődjön a hétvégén. Few moments later. Nézd meg, van itt egy autó félig szétbontva. Tominak kell nézd meg rossz. A Tamás meg fogja és elviszi róla a szívócsövet. Van itt amúgy motorvezérlő, nem kell. Nem, köszönöm szépen. Motorvezérlő, van motorom, eladó. Bővítő. És most ebben a pillanatban jönnének a rendőrök, és nem vinnének el minket. Nem mi volt. Mert tartalmas nap ez a nap. És igen, nem csalás, nem ámítás, megszabadultam a hajamtól. Szeretem őket. Szerintem egyébként figyelj, most ha azon gondolkodsz, hogy veszel valami olcsó gitárt, ami ezért, hogy de nem olcsó. De miért? 3 kiló az olcsó a másfél milliós gitárjaidhoz képest. Tehát... Az oké, azt értem, de annyira jó, de most mi a gitár, de most hogy... mi a fasz számít akkor olcsónak? Hát most egy ilyen gitár kb. 100.000 forint. Miért fizessem a háromszorosát? Írjál rá, hogy 180-ért elhozom volna. Pofátlan, de fogd meg, írd meg neki. Ha egyetlen egy érdeklődő nem volt, azt már hirdeti egy ideje. Lehet még azt is mondja, hogy oké. Okay. Mert lehet, hogy ő is úgy tette föl 300-ért, hogy azt gondolta, hogy 200-at ér, de mivel mindennek fölment az ára, fölrakom 3 kilóért. A limitált gitár azért... Ja. Végülis lehet itt az ára, csak én nem értem. Én jó, de viszont ha limitált gitár, akkor csak több lesz. Én úgy vagyok vele, hogy most a Blasius után nem tudnám, hogy mit vigyek fel a színpadra. Hát most mi néz ki olyan jól, hogy olyan extra, nem? Most azután most mit rakjak fel, ami valamit mutat? Mert arra azok nem volt olyan, aki lekapta volna fel a fejét, vagy hogyha nem is érdekelt a hangszer, csak ne jött volna. Van, aki csak azért lefotózza, hogy ott van a smiley. Vagy csinálsz egy olyan gitárt, hogy a smiley helyett izé vagy. Pöcsök. Vagy a nyaka fasz alakú, bazd meg. Várjál, nem tudod, a berakások fasz alakúak, és akkor... A test meg két golyó. Egyébként nem lehet csinálni egy... Hogy milyen hagnában vagyunk, nagy fasznál. Nagy faszban vagyunk. Nem, ezeket hát csináltatni kéne egyet. Erre alakul, ezért a testje, a gitár. Hát a GV-nél biztos megcsinálják. Megkeressem neked a képet, de arról van fotó külön, de ez egy basszus gitárosok klubjában. Két szőrös, erre van. És akkor ugye a makka fej. Igen, hát ott van a hangolókó, csak egy rendes négy húros bőgő az. Tök jó. Ja, ugye ezt már kitalálták. Neked meg lesz egy picsaformájú dobod? Ez kurva jó. Neked meg pöcs alakú mikrofonálványod lesz. De az nem jó, mert hát számhoz emelem, bazd meg a mikrofont. Meg alakul a szám.
Az nem jó. Az már úgy buzis. Istenem, ne borítson el a kétséget. Ja, nem, teljesen úgy. Ne hagyd, hogy elborítson a kétség. Meg kéne tanulni tovább is azt a szöveget. Keresnek, hol van az igazság. A magasról is átugurhatsz végül, ha megérted végre, mi a szabadság. Szinterén rosszul hitted, nem érdek a jó cél. Államát egyből a zsebbe átfesti a feketét fejre. Máshogy nem megy, rossz helyre születtél. Gyenge, sikerült az első felelés. Add el a lelked, vagy név nélkül végzed. Sokra nem mész pénz nélkül. Repülni indulsz, de szólni készülsz. Fejvesztve kapasz utána. Ott a pod. Látod, már a zenekarban már pedált is csináltuk. Miért? Signature. Igen, Signature. De az is az én nevemből Signature, ugye? Ja, mert Paul Dávid. Miközben egyébként rájöttünk, hogy mi amúgy csak a koloncok vagyunk. Mert én vagyok a polgármester. A POD rövidítés, ez a Paul Dávid nevének rövidítése. Paradise az csak így jött mellé. Ez amúgy az ő zenekara.